tapasztalom, hogy ez az első alkalom, hogy itt vagyok az Entepered Színházban, mert végül is ez az olvasó próba. De voltam már az évbenyitón is, sőt, mi több, voltam a képzelt beteg premierjén is, és még annak előtte láttam még a stúdió színházi darabot is, amit a Gyurma csinált, úgyhogy voltam már párszor itt, és szépen lassan összeismerkedtem az emberekkel. Néhányukat ismertem már régebbről is, a Máté Krisztiánt, a Gyurmát és a Vandát is. De most már így mondhatni, hogy hazajárok. Legalábbis abszolút nem érzem azt, hogy ide jöttem volna. Nagyon hozzájárult elni már az is, hogy nagyon szívélyesen és kedvesen fogadtak, és nyitottsággal, abszolút családias a légkör, úgyhogy azt hiszem, hogy jó hely lesz ez számomra, és remélem, hogy meg a nézők is így fogják gondolni. Kettő bemutatom lesz ebben az évadban. Elsőként a Kakukk Marci című darabban fogom Pattanó Rózsit szeretnék játszani, és majd még az évad végén is fogunk egyet próbálni. Szerintem ez egy nagyon klassz színdarab, nagyon bravúros, hihetetlenül klassz nyelvi játék van ennek a darabnak. Tehát nagyon öröm lesz ezeket a szövegeket mondani, mert abszolút élő, de közben meg ma már nem mondhatunk ki minden helyzetben ilyen szavakat, vagy nem használunk ilyen kifejezéseket, de mégis érthető, és hát nagyon, hogy mondjam, beszédes, szóval nagyon tetszik ez a történet, meg hát a nyelvezete, szóval az én szerepem pedig egy abszolút vitális, cserfes életre való megyecske. A Kakukk Marciról egyelőre annyit tudok mondani, hogy most így első olvasatra nagyon tetszik, jó a nyelvezete, szeretni fogja a közönség, és ebben a darabban az Utcú Jóska közrendőr szerepét kaptam, aki hát egy ilyen kis közedben, kisvárosban, ahol mindenkit ismer, próbálja fenntartani a rendet. Pataki László díj, ami egy aranygyűrűvel jár, az nagyon meglepett engem most, és az igazat megvallom, nem nagyon számítottam rá, hát egyáltalán nem számítottam rá. És ez a díj ugye a magas színvonalú színészi tevékenységét jár, ami hát egyrészt azért is esik jól az embernek, mert ezáltal ugye meg tudja, hogy megbecsülik a munkáját, és számítanak rá az elkövetkezőkben is, legalábbis remélem.